11 napi rendi pontot tárgyalt a Fehérvár megyei közgyűlés csütörtökön. Döntöttek egyebek mellett a települési támogatásokról is több milliárd forint értékben. 4 település vonatkozásában, a különleges gazdasági övezet települései vonatkozásában fontos döntések fognak születni települési támogatásokról. Ez Iváncsa, Rácsalmás, Kulcs és Adony települések. Itt több milliárd forint szétosztására döntünk a mai napon működési és fejlesztési kiadások egyaránt. Ezen kívül több technikai jellegű döntést is meghoztak, többek között a költségvetési rendelet, valamint a szervezeti és működési szabályzat módosításával kapcsolatban, tette hozzá Molnár Krisztián. A Fehérvár megyei közgyűlés elnöke ezután értékelte az elmúlt évek munkáját is. A jogszabályban foglalt kötelezettségeinknek maradéktalanul eleget tettünk, ez főként területfejlesztési és településfejlesztési feladatok ellátása volt, források odaítélésé a településeinknek. Én merem remélni, hogy ennél sokkal többet is tettünk, hiszen számos önként vállalt feladatot elláttunk, mint a fejlesztések terén, mint az olyan fontos küldetések terén, amik számunkra fontosak, akár a nemzeti és a keresztény kultúránk védelme terén, a vármegyei értékeink összegyűjtése és megőrzése terén. Nehézségek voltak, nem várt nehézségek is voltak. A Dunán zajló árvíz elleni védekezés miatt a Fehérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a csütörtöki napra tervezett beszámolóját Magosi Lajos igazgató kérésére levették a napirendről, de a közgyűlés elnöke köszönetét fejezte ki a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományának, az önkénteseknek és mindenkinek, aki részt vesz a védekezésben.